Elhagyta Magyarországot a Duna tetőzése, az ország teljes szakaszán apad már a folyó. Az unió versenyképessége gyors ütemben romlik, erről beszélt Orbán Viktor a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Magyarország kész minden békepárti kezdeményezés támogatására, ezt mondta Szijjártó Péter az ENSZ-ben. És Izrael középső részére irányított egy rakétát a libanoni Hezbollah. A légvédelem elfogta, Izrael légi csapásokkal válaszolt. Ez a híradó délben az M1-en és a Dunán. Vambak Bukosz az Ita vagyok. Jó napot kívánok! Elhagyta Magyarországot a Duna tetőzése, de Baja és Mohács térségében a védművek rendkívül nagy terhelés alatt állnak. Így itt a figyelőszolgálatot még két napig fenntartják. A folyó többi szakaszán is szombat délutánig maradnak a készültségi fokozatok. Rétvári Bence államtitkár az Árvízvédelmi Operatív Törzs szerda reggeli ülése után azt mondta, a katasztrófavédelem még három vármegyében, Bács-Kiskunban, Tolnában és Baranyában van jelen, és ellátják a szükséges feladatokat. Rajtuk kívül katonák és rendőrök is vannak még a gátakon. Alig látszottak ki ezek a padok szerda reggel a Sokacrévnél Mohácsnál. A sétány szinte teljesen víz alá került, amit napok óta a gyalogosok helyett a vadkacsák vettek a birtokukba. Ahogyan a fák törzsei, úgy a hajóállomásokhoz levezető hidak is csak alig látszódnak ki a megáradt folyóból. Lassan egy hete nem jár már a Mohácsikom sem, kis hajókkal szállítják át a lakókat Új-Mohácsra. Itt mögöttem karikák tűntek föl ki a vízből, ez tegnap este még nem látszódott, ezek betonoszlopok, szóval szépen apad most már a víz. Kedden éjszaka tetőzött a folyó Mohácsnál 890 cm-en. Ennek ellenére továbbra is érvényben az árvízvédelmi készültség. Folyamatosan figyelik a Duna vízállását a vízügyi szakemberek. Bár a tetőzés óta már több mint 10 cm csökkent a vízszint, lassú apadásra számítanak. Másodfokú készültség van, ez éjjel-nappali szolgálatot jelent. Várhatóan ez csütörtökön fog megszűnni, és a védelmi készültség előreláthatólag szombat este fog megszűnni. Folyamatosan apad a Duna a Bács-Kiskun vármegyei Baján is. A település üdülővezetében ezeket az ártérre épült ingatlanokat napok óta csak csónakkal lehet megközelíteni. Az árvíz mintegy 300 házat öntött el Duna fürdő területén. A Duna itt hétfőn tetőzött 925 cm-en. Még mindig 120 ingatlan van részlegesen vagy teljesen a vízfogságában. Itt se áram, se ivóvíz nincs. Az itt élők már nagyon várják a víz levonulását. Én nagyon bízom benne, hogy hétvégére itt már normalizálódik a helyzet. Amint visszakapcsolták a villanyt, onnantól a nagy takarítás jön. Fertőtlenítés, festés. Várhatóan a víz a hétvégére levonul a területről. Csak ezt követően kezdődhetnek majd meg a helyreállítás és fertőtlenítési munkálatok. 29 állami és 41 önkormányzati helyszínen zajlik még jelenleg is árvízi védekezés. A Duna a teljes magyarországi szakaszán apad, de a legnagyobb terhelést a déli szakasz védművei kapják. Az alsó Baja és Mohácsi térségi szakaszokon a védművek még rendkívül nagy terhelés alatt állnak. Itt az átlagos vízhozamnak a négyszerese folyik per pillanat még, ezért itt a figyelőszolgálatot várhatóan még két napig fenntartjuk. Elsőfokú készültség alá, tehát fokozatmentes időszakban Baján szombat reggel lépünk be, Mohácson szombat délben. Az utolsó percig odafigyelünk. Túl vagyunk a nehezén, a tetőzésen. A Duna vízszintje apad a legalsó szakaszon is, de az utolsó perc odafigyelünk. Erről már a belügyminisztérium államtitkára beszélt az árvízvédelmi tájékoztatón. Rétvári Bence kiemelte, a katasztrófa védelem még három vármegyében, Bács-Kiskun, Tolna és Baranya vármegyében látja el a szükséges feladatokat. Amilyen kiegészítő erőre szükség van, az természetesen az utolsó percig biztosítja a katasztrófa védelem. A vízügyes kollégák folytatják a járőrszolgálatot, megfigyelik, hogy pontosan hol, milyen készültségre van szükség, és amit ehhez élő erőként a katasztrófavédőknek biztosítani kell, azt meg is teszik. Az elmúlt évtized legnagyobb árhulláma lassan elhagyja az országot. A szakemberek lassú apadásra számítanak, de várhatóan a hétvégére már az egész országban az eredeti mederben lesz a víz.
Most kapcsolunk Mohácsra, Müller Annához. Szervusz, ott mennyi tapadt a víz a folyó a tetőzés óta? Jó napot kívánok! Ugye tegnap tetőzött a Duna Mohácsnál 890 cm-en, azóta folyamatosan apad a folyó, a 11 órás mohácsi vízmérce szerint 877 cm-re apadt a folyó. Jelenleg a Dunai sétánynál vagyunk, a sétány eddig lejárójánál, és teszek is egy óvatos lépést az utolsó látható lépcsőfokra, itt még eddig ér a víz Mohácsnál. Mögöttem jól látható egy pad is, ami néhány nappal ezelőtt még teljesen ellepte a víz, most már az apadásnak köszönhetően kezdenek ezek a padok is újra felbukkanni. A délelőtti órákban találkoztunk vízügyes kollégákkal, munkatársakkal, akik arra számítanak, hogy a holnapi délutáni órákban már akár a 850-es centiméterre apadhat a víz, ami azt jelenti, hogy másodfokból első fokba lép majd a védekezés, míg a másodfoknál, ami a mai napon is tart még 0-tól 24 óráig nappal és éjszaka is folyamatosan felügyelik a folyót, ez az első foktól kezdve pedig csak nappali ügyeletet fog jelenteni, de a mai napon is folyamatosan nézik a vizet és keresik az egyéb árvízzel járó jelenségeket itt Mohácson is. Itt szerencsére egyéb beavatkozást nem kellett végezniük a vízügyeseknek, de továbbra is feszülten figyelik a folyót, és reméljük, hogy hétvégén, amikor már visszamegy a folyó a medrébe, újra használhatják a mohácsiak a sétányt. Müller Annának köszönjük szépen! Magyarország után Szerbiát is elérte a Dunai árhullám. A folyó jelenleg Bezdennel tetőzik. Most oda kapcsolunk Dudás Dánielhez. Hogyan készültek ott az áradásra? Köszöntöm a nézőket! Itt Bezdánban, a Duna mellett nagyon sok ingatlan, hétvégi házak, nyaralók, éttermek és csárdák is vannak, amik most teljes mértékben megközelíthetetlenek, illetve legfeljebb csónakkal lehet eljutni odáig, mivel a vízszint már egészen az alsó szintekig ér. Egyébként az emberek rendkívül jól felkészültek, elmondható, hogy egészen nyugodt a helyzet, kicsit szürreális a látvány, mert itt tényleg csónakkal közlekednek az emberek, gumicsizmával a lábukon, illetve a bátrabbak még mezítláb is nekivágnak a víznek, és a kacsák között lavírozva próbálnak eljutni egyik épülettől a másikig. De az emberek elmondták, hogy ők elég jól felkészültek az ilyen helyzetekre. Nem először keverednek ilyen szituációba, hogy ennyire megemelkedik a vízszint, úgyhogy ők már előre felkészültek. Elmondták, hogy ilyenkor ők az alsóbb szintekről kipakolják az értéktárgyaikat, a felsőbb szintekre vagy biztonságos helyekre szállítják, illetve a bejáratokat pedig homokzsákokkal torlaszolják el, annak érdekében, hogy minél kevesebb víz jusson be az épületekbe. Szerencsére a szerbiai hatóságok is segítenek az embereknek. A tűzoltó és mentő alakulatok több helyen is a helyszínen vannak, figyelik a gátak állapotát, és különféle eszközökkel próbálják meg megsegíteni az embereket, annak érdekében, hogy mindenki biztonságban legyen, úgyhogy elmondható, hogy az emberek nem pánikolnak, és minden rendben van, az emberek uralják a helyzetet. Dudás Dániel, köszönjük! A Duna-Budapest fölötti szakaszán és a fővárosban közben tovább folytatják a takarítást. A fertőzés veszély miatt a szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy puszta kézzel ne nyúljanak a hordalékhoz, a munkálatok közben pedig használjanak maszkot. Délelőtt egyébként megnyitották a 11-es út eddig lezárt szakaszait, de 20 tonnás súlykorlátozás van érvényben. Közben Moson-Magyaróvárnál már ürítik a lajtóáradása miatt megnyitott szükségtározót, így ott estére visszavonhatják a rendkívüli készültséget. Nagy teljesítményű gépekkel tisztítják az utakat a magyar közút szakemberei. Esztergomi stánt között a 11-es számú főúton már a végéhez közelednek a munkálatok. Ezzel a szakasszal teljesen járhatóvá válik a városhoz tartozó valamennyi közút. Visszahúzódó víz, itt hagyott hordalékot és iszapot, ezt a magyar közút kezelő munkatársai nagy nyomású gépekkel takarítják le azért, hogy a mai nap folyamán visszaadhassák a forgalomnak ezt a lezárt útszakaszt. Az árvízi védekezés egyik legkritikusabb helyszíne Moson-Magyaróvár volt. Pontosan egy héttel ezelőtt a Lajta rendkívüli áradása miatt át kellett vágni a várost védő gátat, és meg kellett nyitni a település felett fekvő szükségtározót. Mivel a veszély már elmúlt, a vízügy szakemberei ma este kezdeményezik a rendkívüli árvízvédelmi készültség feloldását. Kezdeményezzük a miniszter úrnál a rendkívüli készültség beszüntetését. Jelenleg egyébként
szerint folynak a számítások a kár mértékéről. Szerencsére csak egy tározó részt kellett megnyitnunk, így a előre becsült mindegy 160 millió nagyságrendű kárnak a felénél kevesebbre számítunk, amely a szükségben tározó megnyitása következtében a mezőgazdasági területeken keletkezett. A Duna felső szakaszán és a fővárosban is már javában tartanak az árvíz utáni munkálatok. Gyűjtik a homokzsákokat és takarítják az utakat. A kiáradó Duna vizét és a maga után hagyott iszapot is fertőző anyagként kell kezelni. Az áradás ugyanis emésztőgödröket, szennyvíztárolókat moshat ki, emellett állati tetemeket és számos más hulladékot is lakott területre sodorhat. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ mindenkit arra kér, hogyha lehet, egyáltalán ne érjenek se a vízhez, se a hordalékokhoz. Aki ingatlan takarít, vagy az árvíz utáni védekezésben, takarításban vesz részt, mindenképpen használjon megfelelő védőfelszerelést, kesztyűt, csizmát, védőruházatot, maszkot, különösen amikor a nagy magas nyomású mosóval takarítják a felületeket, akkor ugye egy óhatatlan, hogy ilyen vízpermet keletkezik, ami magával hozza azt a szennyezést, ami a felületeken van, tehát ilyenkor különösen fontos, hogy maszkot viseljünk. A Magyar Honvédség elsődleges feladata hazánk fegyveres védelme. Szalai Bobrovnicki Kristóf közösségi oldalára feltöltött videóban számolt be arról, hogy a Magyar Honvédség hivatásos és területvédelmi tartalékos állománya állt a Saratagáton is. 17 helyszínen teljesítettek szolgálatot, gátat építettek és erősítettek meg. A katonák több mint 900 ezer homokzsákot töltöttek meg, valamint több száz szárazföldi eszközt, köztük lánctalpas kétéltű járműveket vonult. Fel. Két helikopterrel pedig a lakosság szállításában segítettek. Köszöntjük a településvezetők és a lakosság bizalmát. A Magyar Honvédségre minden körülmények között számíthatnak a rendszerek. A békéhez erőkkel folytatjuk a munkát. A honvédség az árvíz levonulása után az ideiglenes védművek bontásában és a homokzsákok elszállításában is segítséget nyújt. Emellett a katasztrófa védőkkel és a rendőrökkel közösen biztosítják a megnyitott útszakaszokat és a fertőtlenítési munkálatokat is. Kabát a szekrénybe, csizma talpóra, az árvíznek vége, nincs rájuk többé szükség, remélem. Orbán Viktor végigkísérte az árvízi védekezés 12 napját, több mint 1600 kilométert tett meg, a szükséges helyeken ellenőrizte a munkálatokat. Az ár levonulásával a miniszterelnök szögre akasztotta a gumicsizmáját. Közösségi oldalán azt mondta, sikeresen védekeztünk Győrtől Mohácsig, Magyarország megcsinálja újra és újra. Vége! Tisztítószer csomagokkal segíti az árvíz utáni takarítást az Ökumenikus Segélyszervezet a Dunakanyarban. Duna Bogdányba kapcsolunk Bakos Norberthez. Szervusz, elkezdődött már a csomagok kiosztása, illetve a fertőtlenítés hogy áll a térségben? Szervusz, jó napot kívánok! Igen, az Ökumenikus Segélyszervezet munkatársai már délelőtt óta pakolják, amit egy 300 csomagot, amit majd ide a Dunakanyar több településére is elvisznek. Most első nap itt Duna Bogdányban mintegy 100 csomagot fognak kiosztani a rászoruló családoknak. Azoknak a családoknak, akik a legérintettebbek voltak az árvízkor itt. Ugye Duna Bogdány itt a belső területén is a Duna mellett elhelyezkedő ingatlanoknál nagy munkát kellett és nagy védekezési munkát kellett végezni az árvízkor, és sok olyan család van, akinek most nagyon jól jönnek az itt látható tisztítószerek. Ebből raknak most össze csomagokat, és sorban haladnak a családokhoz. Voltunk is kint egyébként egy családnál, akik nagyon örültek neki. Egyébként ők 2013-ban is kaptak az Ökumenikus Segélyszervezettől csomagot, és mondták, hogy nagyon jól jön most, hiszen most ezekben a napokban a takarítás, a fertőtlenítési munka a legfontosabb. Innen majd mennek tovább, és a holnapi nap folyamán Verőce és Kismaros térségében osztanak ki további 100 csomagot. A szervezet munkatársa egyébként már hetek óta figyelik a történéseket, és a legérintettebb településekre próbálnak eljutni olyanokhoz, akik ugye rászorultak. A fertőtlenítési munkálatok zajlanak folyamatosan, az önkormányzatok végzik itt nyilván azon településeken, ahol az önkormányzat területei érintettek, nagyon sok lakos is ezt csinálja, és a közútkezelő munkatársa is a bizonyos érintett területeken, ami szennyezettebb, ott klórbész használatával tisztítják az útburkolatokat. Köszönjük Bakos Norbertnek!
Magyarország is célponttá válna, ha Ukrajna csatlakozik a NATO-hoz. Erről beszélt az M1-en Horváth József, a Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök megint szorgalmazza az ország NATO-tagságát, miközben az Egyesült Államokban személyesen tárgyal arról, hogy bevethessék orosz területen a nagy hatótávolságú nyugati fegyvereket. Közben Szijjártó Péter külügyminiszter szintén New Yorkban az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén ismét a béke mellett állt ki. Azt mondta, az eddigi fegyverszállítások sem hozták közelebb a háború lezárását. Ukrán katonákat vesz célba ezeken a felvételeken az orosz hadsereg. Szinte milliméter pontosan bemérik az ellenséget, majd kíméletlenül megsemmisítik őket a Kurszki régióban, ahová az elmúlt hetekben eredményesen törtek be ukrán katonák. Az ukrán vezetés azzal védené ki ezeket az orosz válaszlépéseket, hogy nagy hatótávolságú nyugati fegyvereket vetne be. Volodymyr Zelenszky elnöknek továbbra is meggyőződése, hogy legyőzhetik Oroszországot. Az Egyesült Államokban nem csak Joe Biden amerikai elnököt, hanem republikánus és demokrata szenátorokat, valamint az elnökjelölteket is arról akarja személyesen meggyőzni, hogy Ukrajna győzelmi terve nem alaptalan, a békéhez pedig nem tűzszünet, hanem fegyverek kellenek. Békére van szükségünk, mindent meg fogunk tenni ennek érdekében, és fegyvereket szerzünk. Diplomáciai eszközöket vetünk be partnereink támogatásának megszilárdítására és Oroszország békére kényszerítésére, mondta elszántan az ukrán elnök. Míg Volodymyr Zelenszky háborúval hozna békét, a magyar kormány épp az ellenkezőjét szorgalmazza. Szijjártó Péter New Yorkban az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén ismét arra hívta fel a figyelmet, a háború elmélyüléséhez vezet, ha Ukrajna a nyugattól kapott fegyvereket oroszországi célpontok ellen veti be. A külügyminiszter egyúttal reményét fejezte ki, hogy ezt a vörös vonalat nem lépik át a nyugati szövetségesek. Csak nem 1000 nap után a kérdés többé nem az, hogy mit gondolunk a háborúról, hanem az, hogyan lehet békét teremteni. Minél később lesz béke, annál több ember hal meg, annál több család fog szenvedni, annál több ember kényszerül menekülésre, és annál nagyobb lesz a pusztítás. Mi magyarok nem akarunk további pusztítást, és nem akarjuk, hogy több ember meghaljon, azért sem, mert Ukrajnában jelentős magyar közösség él, fogalmazott a miniszter. A magyar nemzet közben ismét a világháború kockázatáról ír, idézve a Financial Times cikkét. A brit lapban azt részletezik, hogy Oroszország a vörös vonal átlépésének tartaná a nyugati fegyverek bevetését. Azt is írják, a hírszerző ügynökségek megerősítették, hogy Irán ballisztikus rakétákat szállított Oroszországnak, ez pedig Joe Biden amerikai elnököt is óvatosságra inti. Hajmereszti ukrán elképzelést. A Szuverenitásvédelmi Kutatóintézet igazgatója a Kossuth Rádióban arról beszélt, Magyarország is potenciális célpontja lenne Oroszországnak azzal, ha Ukrajna csatlakozna a NATO-hoz. Volodymyr Zelenszky ugyanis erre is a győzelmi tervének részeként tekint. Horváth József azt mondta, Ukrajna NATO tagsága most nem valószínű, de kizárni sem lehet. Eddig annyi mindenre mondtuk azt, hogy nem elképzelhető, és nyugati politikusok is annyi mindenre mondták, hogy na ez egy vörös vonal, és az sosem, és néhány hét vagy egy-két hónapon belül ezt elfelejtették. Tehát ebből a szempontból most már óvatosak vagyunk, én azt gondolom, de ezzel együtt én pillanatnyilag legalábbis az amerikai elnökválasztás lezárultáig nem látom annak semmiféle reális esélyét, hogy Ukrajna jelenlegi helyzetében megkezdhesse a csatlakozási tárgyalásokat. A szakértő hozzátette, a nagy hatótávolságú nyugati fegyverek bevetését azért tekinteni nyugati támadásnak Oroszország, mert a fegyverek irányításához nyugati katonákra van szükség. Horváth József szerint ez gyakorlatilag a harmadik világháború kitörését jelenteni. Az orosz külügyminiszter egyébként súlyos válaszlépéseket helyezett kilátásba, ha Ukrajna engedélyt kap a fegyverek használatára. Szergej Lavrov azt mondta, ez háborút jelentene a NATO és Oroszország között. A magyar uniós elnökség egyik kiemelt célja, hogy az év végére létrejöjjön egy versenyképességi paktum, mert az unió versenyképessége gyors ütemben romlik, amely a magyar gazdaságot is jelentősen megterheli. Erről beszélt Orbán Viktor miniszterelnök a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. A kormányfő hozzátette, a magyar gazdasági semlegesség arra épül elsősorban, hogy azzal üzletelünk, akivel mi szeretnénk. A blokkosodás ellentétes az Európai Unió tagállamainak, vagy a legtöbb tagállamának érdekével. Új világ van, ennek új problémái vannak, és a múlt válaszai nem adnak megoldást ezekre a problémákra. Jelentette ki Orbán Viktor a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen tartott előadásában. A miniszterelnök, aki az Európai Versenyképesség, Magyar Gazdasági Semlegesség című rendezvényen szólalt fel, hozzátette,
A 20. századot nem lehet életre kelteni, és mindenfajta hagymázas ideológikus megközelítés helyett a józanész hangjára van szükség. Új gazdaságpolitikát kell hirdetni, vagy legalábbis egy új fejezetet nyitni az európai gazdaságpolitikában. A kormányfő arról beszélt, hogy a gazdasági semlegesség az, ami a jelenlegi világgazdasági helyzetben esélyt ad a sikerre, esélyt ad a gazdasági versenyképesség javítására. A gazdasági semlegesség lényege Magyarország számára az, hogy mi pont azon a helyen vagyunk, földrajzilag is, szellemi értelemben is, ahol a különböző világgazdasági rendszerek hiába távolodnak egymástól, szükségszerűen mégiscsak valahol átfedést mutatnak, találkoznak, és hát a pénzfolyamoknak is áteresztő csatornákra lesz szükségük. Miután Magyarország 2010-ben a liberális gazdaságpolitika helyett végrehajtott egy nemzeti fordulatot, nemzeti kormányunk van, nemzeti szuverenitás a legfontosabb célkitűzésünk, tulajdonképpen meg is van a semleges gazdaságpolitika hatalmi vagy politikai alapja. Orbán Viktor hozzátette, a magyar életösztön, amely mindig is a szuverenitás felé hajlott, most éppen kapóra jön nekünk. A kormányfő ezután a gazdasági semlegesség alapelveit ismertette. Mi döntjük el, hogy kivel üzletelünk. Tehát ha valakivel üzletelni akarunk, akkor nem egy másik hatalmi központon keresztül üzletelünk, hanem közvetlen hozunk létre kapcsolatokat. A második szempont, vagy második alapelv, amire egy gazdasági semlegesség épülhet, hogy azzal üzletelünk, akivel leginkább megéri üzletelni. A gazdasági hatékonyság, versenyképesség szempontját semmi sem előzi meg. A harmadik alapelv lehetne, hogy kimondjuk, hogy csak a saját értékeink alapján tárgyalunk. Ez evidenciának tűnik, folytatta Orbán Viktor, de a gyakorlat Európában és az Egyesült Államokban ennek az ellenkezője, mert árukapcsolás van. Példaként a Magyarországnak járó uniós támogatásokat hozta fel. A gazdasági semlegesség nem tűri az árukapcsolást, nem lehet összekeverni ideológiai kérdéseket gazdasági kérdésekkel, ezért nincs woke, meg gender, meg migráció, nem tudom milyen előföltétel semmilyen gazdasági kapcsolatban. Arra kell törekednünk, hogy a gazdasági kapcsolataink kizárólag gazdaságiak legyenek, és ezért a saját értékeinkből semmit se kelljen föladni a gazdasági kapcsolatok érdekében. Fontos alapelvnek nevezte a kormányfő, hogy minden égtáj felé kell tájékozódni, amennyiben fejlődni akarunk, ha modernek akarunk lenni és versenyképesek szeretnénk lenni. Orbán Viktor hangsúlyozta, Magyarországnak jelen kell lennie a londoni, a japán, a kínai és az arab pénzpiacon is, hogy az ország működéséhez szükséges hitelekhez juthasson. A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy nem kell válogatni a Magyarországra érkező tőkeberuházások között. Orbán Viktor miniszterelnök a Karmelita Kolostorban fogadta az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetségének elnökét, akivel az európai gazdasági versenyképesség kihívásait tekintették át, és a magyar gazdasági semlegesség terveiről is eszmét cseréltek. A tárgyaláson részt vett Bóka János, Európai Uniós ügyekért felelős miniszter, és Parag László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke is. Az Európai Kereskedelmi és Iparkamarák Szövetsége több mint 20 millió vállalkozást képvisel. A szervezet magyar tagja a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara. Nem csökken a balkáni migrációs útvonal népszerűsége. Szerbiába továbbra is folyamatosan érkeznek az újabb és újabb csoportok. Az illegális bevándorlók szinte kivétel nélkül Nyugat-Európába akarnak eljutni, közülük egyre többen megint a magyar határnál gyülekeznek. Idén eddig több mint 6500 határsértőt fogtak el a magyar hatóságok, és 72 embercsempész ellen indult büntető eljárás. Migránsokat segítő szervezetek képviselőivel egyeztet egy nagyobb bevándorlócsoport a szerb főváros melletti Obrenovacon. Az önkéntesek tanácsokkal látják el a migránsokat, akik útravalót is kapnak. A településen ismét egyre több migráns járja az utcákat, mindannyian az Európai Unióba akarnak eljutni. Bosznia felé azok mennek, akik Olaszországba tartanak, mi Németországba megyünk, de még Magyarországon és Ausztrián is keresztül kell jutnunk, mondta ez az afgán bevándorló. A migránsok az M1 kamerái előtt azt is elmondták, sürgeti őket az idő, ezért mindenképpen embercsempészek segítségét fogják kérni. Nem számít a pénz sem, csak az a fontos, hogy minél előbb elérjék a kitűzött célországot. Magyarország felé sokkal jobb menni. Bosznia felé 5-10 napig tart elérni a célországot.
Magyarország jobban megfelel nekünk. Még nem tudom, mennyi pénz lesz, de az biztos, hogy több ezer eurót kérnek az embercsempészek. Kifizetem, mondta egy másik migráns. A balkáni útvonal továbbra is nagyon népszerű a migránsok körében. Felmérések szerint idén eddig legalább 40 ezer illegális bevándorló haladt végig Szerbián, és megint egyre többen veszik célba a magyar határt is. Egy civil szervezet szerint legalább 300-an várakoznak a szerbiai oldalon. Mi abból indulunk ki, mint valamennyi fontos politikai kérdésbe, hogy mi a magyar emberek érdeke. Magyarország a kezdetektől kiáll álláspontja mellett, és nem enged be illegális bevándorlókat. Erről a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója beszélt az M1-en. Bakondi György emlékeztetett, az Unió ezért hatalmas pénzbírságot szabott ki Magyarországra. Miközben Németország is, Hollandia is, és számos más ország politikai vezetése rendszeresen hangsúlyozza, hogy a külső határokat őrizni kell, mert ez a belső biztonság alapja. Eközben 80 milliárdos bírságot szabnak ki Magyarországra, és napi kényszerítő bírságot is, annak érdekében, hogy ezt a biztonságot szolgáló határozati rendszerét megváltoztassa. Közben Brüsszel továbbra is csak a kötelező elosztást erőlteti, annak ellenére is, hogy szinte mindenhol romlik a közbiztonság Európa szerte. Erről már ifjabb Lomnici Zoltán beszélt a Kossuth Rádióban. Akaratuk ellenére az unió különböző szegmenseibe szállítják őket, és nem beszélve a migránsgettókról, amely egy komoly biztonsági és közegészségügyi fenyegetést jelent minden egyes tagállam számára, ahol ezeket létre kell hozni. Magyarország is ebbe a körbe tartozna, hogyha hazánk végrehajtaná ezt a brüsszeli legújabb ebben a körben született intézkedéscsomagot. Közben már tárgyalások folynak Brüsszellel a kiszabott bírságról és annak a lehetséges felülvizsgálatáról, illetve arról, hogy Hollandiához hasonlóan Magyarország is felmentését kéri a migrációs paktum alól. Magyar Péter nem az, akinek látszik. Erről beszélt az Indexnek a Tisza párt elnökének volt barátnője. Fogel Evelin azt mondta, ő az az ember, aki feltett mindent egy lapra. Úgy fogalmazott, Magyar Péternek nem volt elképzelése, meggyőződése, ő nem akart változást az országban. Kiemelte, az emberek nem jól látják, hogy kicsoda Magyar Péter, mert ő nem az, akinek látszik. Magyar Péter a közösségi oldalán úgy reagált, hogy volt barátnője pénzért adta az interjút, a Tisza pártot pedig zsarolta, ezért feljelentést tesz az illetékes hatóságnál. Folytatódtak az Izrael és Libanon közötti légi csapások. Az izraeli védelmi erők reggel Tel Aviv felől lőttek le a Hezbollah egyik rakétáját. Az iszlamista szervezet ezzel először támadt a szomszédos ország belső területeire. Az izraeli légierő válaszul légi csapások újabb hullámát indította el Libanonban. A légi riadó szirénájának hangja ébresztette szerda hajnalban a Tel Aviviakat. A Hezbollah egyik rakétájának egészen idáig, Izrael középső területéig sikerült eljutnia, mielőtt a légvédelem lelőtte a lövedéket. Bár az iszlamista szervezet az elmúlt évben már rakéták ezreit lőtte ki Izraelre, ez volt az első alkalom, hogy az ország belső területeit vették célba. Az északon fekvő városok már egy hete folyamatosan tűz alatt állnak. A Libanonból érkező rakéták többségét a vaskupola védelmi rendszer elhárítja. A támadó eszközök nagy száma miatt viszont több helyen nem tudták megakadályozni a becsapódásokat. A Hezbollah egyetlen hét alatt több mint 700 rakétát lőtt ki ránk, amivel több településen is súlyos károkat okoztak, mondta az izraeli hadsereg nemzetközi szóvivője. A támadásokra az izraeli légierő intenzív bombázásokkal válaszolt. Ezt megelőzően kedd délután pedig Beirutban célzott csapással végeztek a Hezbollah egyik katonai vezetőjével. Libanoni források megerősítették, hogy Ibrahim Kubaisi a Hezbollah egyik tüzérparancsnoka volt. Az izraeli kormányfő további támadásokat helyezett kilátásba az iszlamista szervezet ellen. Tovább fogjuk támadni a Hezbollahot. Mondtam nektek, hogy meneküljetek el a házaitokból. Ha valakit arra kényszerítenek, hogy rakétát tároljon a nappaliában és a garázsában, annak nem lesz otthona. Rázzátok le magatokról a Hezbollah igáját, mert a veszteteket okozza, üzente Benjamin Netanyahu a libanoniaknak. A 6 milliós muszlim országban mostanra már 500 000 kényszerülhettek elhagyni az otthonukat. Az emberek északra menekülnek az izraeli bombázások elől.
A libanoni egészségügyi tárca nemzetközi segítséget kért a több ezer sérült ellátásához. A déli kórházaink megteltek. Sok sérültet távolabbi helyekre kell átszállítanunk, de ezt megnehezíti, hogy a menekülő emberek miatt az utakon áll a forgalom. A helyzetre való tekintettel jelenleg csak a vízhelyzeti esetekkel tudunk foglalkozni, mondta a libanoni egészségügyi miniszter. Az egyre feszültebbé váló közel-keleti helyzet miatt Washington után London is növeli katonai jelenlétét a térségben. A brit védelmi tárca közlése szerint egy 700 fős katonai kontingenst küldtek Ciprusra. Ezek a katonák akár az evakuálásban is részt vehetnek. A brit kormány ugyanis ezzel egyidejűleg Libanon azonnali elhagyására szólította fel az ott tartózkodó állampolgárait. Legkevesebb 3 ember halálát okozták a földcsúszamlások Mexikóban. A közép-amerikai országban az elmúlt napok heves esőzései okozták a tragédiát, amelyet a Juan nevű vihar hozott a térségbe. Eközben az ország másik oldalán, az Atlanti-óceán partjainál egy másik vihar érkezésére készülnek. A trópusi ciklon a következő napokban halad át a Karib-tengeren, és várhatóan hurrikánná erősödik. Térdigérő vízben gázol egy férfi Mexikó nyugati partvidékén. A közép-amerikai országban a Juan nevű vihar okozott áradásokat és földcsúszamlásokat. A természeti csapásban több ember életét vesztette. A térségben több mint 60 ezeren maradtak áram és telefon nélkül. Nincs szolgáltatás. Mivel nincs áram, így nem tudunk telefonálni. Bízunk benne, hogy ez rövidesen változik és helyreállítják a rendszereket, mondta egy mexikói férfi. A trópusi vihar rendkívül erős széllökésekkel vonult végig Mexikó partjain. Hétfőn csaknem 200 km/órás széllökéseket ismertek. Kedre valamelyes gyengült a szél erőssége, de így is hatalmas volt a vihar. Az özönvízszerű esőzések miatti földcsúszamlásoknak legkevesebb 3 áldozata van. A házukat elsöprő sárlavina végzett velük. A földcsúszamlások utakat torlaszoltak el és fákat csavartak ki a földből. Közben az Atlanti-óceánnál már egy másik vihar érkezésére készülnek. A Helene több karibi és közép-amerikai országban is jelentős károkat okozhat. Kubában az emberek próbálják megerősíteni a házaikat és a mólókat, mielőtt lecsap a vihar. Eddig a viharok nem nagyon haladtak el errefelé, de a klímaváltozás miatt sok minden megváltozott. Most jönnek az erős, intenzív ciklonok, mi pedig felkészülünk, hogy megóvjuk azt a keveset, amink van, mondta egy kubai férfi. Vörös zászló figyelmeztet a közelgő viharra Mexikó keleti partján is, a strandolókat azonban ez egyelőre nem zavarja. Sokan a hatalmasra csapó hullámok ellenére is bementek fürdeni. A halászok azonban elővigyázatosságból kihúzták a partra a csónakokat. Holnap délre már esőt mondanak, legkésőbb délutánra. Erős lesz a szél is. Nekünk még a katonaság is segített kihúzni a csónakokat, magyarázta egy halász. Az előrejelzések szerint a Helene vihar gyorsan átszeli majd a mexikói öblöt, és várhatóan hurrikánná erősödik. Az útvonal alapján Floridát is eléri majd, ezért a déli államban már is vészhelyzetet hirdettek. Itthon tehervonat ütközött egy a vasúti pályára befordult munkagéppel tegnap az átépítés alatt álló Ferencváros-Soroksár vonalszakaszon. A balesetben senki nem sérült meg. Az érintett szakaszon személyszállító vonatok nem, csak tehervonatok közlekednek. Az ügyben hatósági vizsgálat indult. A MÁV közölte, hogy a szerelvény kisiklását kizárólag az ütközés okozta. Pályahiba nem történt. Kedves nézőink, ez volt a híradó, most a Nemzeti Sporthíradó következik, Bitman Emille, tartsanak velünk!